Első alkalommal szervezte meg a Pécsi Sporttudományi Szimpóziumot az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának Sporttudományi Önálló Elnöki Bizottsága. A tudományos programot a Pécsi Tudományegyetem és a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ együttműködve tartotta meg. A szimpózium a Pécsi Edzőlegendák a Magyar Tudományos Akadémián High Performance Szemlélet a Pécsi Sikerkovácsok Gyakorlatában címet kapta. Ennek kapcsán Pécs edzőlegendái beszéltek arról, hogy sikereikben és munkájukban milyen módon van jelen a sport, high performance szemlélet. Igen, azt gondolom, hogy a Pécsi Tudományegyetem az elmúlt időszakban letette a névjegyét abban a fajta előrelépésben, ami a sportnak és a tudománynak az összefonódásáról szól, hiszen az elmúlt időszakban számos olyan fajta támogatást biztosított az egyetem, ami akár kutatási laborinfrastruktúra, feltételeket teremt meg ahhoz, hogy a sportot ne csak szóbeszéd szintjén lehessen érteni, hanem egy nagyon magas, komoly tudomány is legyen, húzódjon meg mögötte. Az egyetem továbbra is komoly szerepet vállal a high performance szemléletben, hogy tudományos háttérrel vehessenek részt az élsport céljainak elérésében. A high performance, ez a fajta kiváló teljesítményeknek az elérése, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy komoly edzői és egy talentummal bíró sportolói tehetségnek az eredményeként jön létre. Ugyanakkor egy nagyon fontos titok az, hogy ezt a fajta magas teljesítményt ezt miként lehet megtartani. Erre egészen biztosan vannak jó gyakorlatok a világban, tudományos alapú jó gyakorlatok, és bízunk abban, hogy az egyetem továbbra is ebben egy komoly szerepet tud vállalni majd. A szimpóziumon részt vett edzőlegendák nagy része már nem Pécsen fejleszti a sikeres sportolókat, ezért dr. Habil Rátgéber László felültetni a Meccsek Expressre a szakembereket. És azokat, azt a szürke állományt, és azokat az embereket, akik akár a világban vannak is, megvan a pécsiességük, és nem csak sportban. És nem csak sportban ültessük fel arra a Meccsek Expressre, és hozzuk haza őket. Az egyetemet működtető alapítvány képviseletében dr. Szili Katalin is méltatta a Rátgéber Akadémiát, és a High Performance Center létének fontosságát hangsúlyozta. Pécsnek is én azt gondolom, hogy ez dicséretére válik, hogy van egy Rátgéber Akadémia, egy kiváló kosárlabda akadémia, de fölvállalja azt is, hogy a különböző egyéb sportokban kézilabda, vívás, ami hozzám is közel áll, hasznosítja azokat az eredményeket, amelyeket, gondolok itt például a High Performance Center kialakításával el tud érni. Az esemény címadó témakörében felszólalt dr. Habil Rátgéber László, Danyi Gábor, Dárdai Pál, Petrov Iván, Bencs Dávid és Dancsházi Nagy Tamás. Emellett a szakértők Petrov Árpáddal kiegészülve a High Performance Centerek jelentőségét is megvitatták egy kerekasztal beszélgetés során. A szimpózium zárásaként nagykövetnek felkérték a Pécsi Sport High Performance Center nagyköveteit is.